a mi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét úgy, amint az meg van írva a János evangélium a 6. részében, a 41. verstől az 59. versig, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. A megnevezett helyről, a János evangélium a 6. részéből, a 41. verstől így szól hozzánk Isten igéje. A zsidók zúgolódtak ellene, mert azt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. És azt mondták, nem de Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük az apját és az anyját. Hogyan mondhatja akkor, hogy a mennyből szállt alá? Jézus ekkor így válaszolt. Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha az atya, aki elküldött engem, nem vonza őt. Én pedig feltámasztom majd az utolsó napon. Megvan írva a profétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Mindaz, aki hallja az atyát és tanul tőle, én hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát tették a pusztában, és meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy aki eszik belőle, ne haljon meg. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. A zsidók egymás közt vitatkozni kezdtek, és azt kérdezték, hogyan adhatja nekünk az ő testét, hogy együk? Jézus azt mondta nekik, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem iszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és isza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és isza az én véremet, az én bennem marad, és én is ő benne. Ahogy elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog által. Ez a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket mondta, amikor Kapernaumban, a zsinagógában tanított. Isten áldása kísérje az ige olvasását, szívünk befogadását és annak megtartását. Gyertek ezt! Hálát adunk neked, örökkévaló Istenünk, azért, hogy táplálod a mi életünket, a mi lelkünket, hogy el ne veszünk és meg ne halljunk. Urunk, különös az a szeretet, amivel felénk fordulsz, és amivel nap mint nap megkeresel bennünket, és nem hagyod, hogy a mi életünk elveszett élet legyen. Bocsáss meg nekünk azért, hogy amikor felkínálod számunkra a te mennyei eledeledet, akkor mi megelégszünk gyakran a testivel, a földivel. Bocsáss meg azokért a közeledésekért, amikor úgy jöttünk hozzád, hogy igazából nekünk csak azok a dolgok kellettek, amivel táplálod a mi testünket, amivel megerősítesz, amivel megengeded, hogy tovább menjünk, és nem fogadtuk el a mennyeit.
Bocsáss meg, amikor éhezett a lelkünk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy olyan tudatlanul éljük gyakran a napjainkat, mert sokszor, amikor éhezik a lelkünk, akkor tápláljuk a világ szemekjével, azzal, amit a gonosz ad. De mégis áldunk téged azért, hogy magadhoz hívsz, hogy ne csak a mi testünket, hanem a mi lelkünket is táplál az örök életre. Áldunk téged mindazokért, akik így keresnek és így közelednek ma te hozzám. Akik azért jöttek, hogy tápláld és megelégítsd az ő lelküket az örök életre. Köszönjük, Urunk, hogy még lehet jönni hozzád. És légy áldott azért, hogy ma is készítettél számunkra eledelt, tanítást, és ma is részünk lehet abban, amit te a mennyből hoztál el közénk ide a földre. Urunk, hadd legyünk a te vonzásodban, és hadd éljük át azt, ami bennünket nem csak élménnyel és látnivalóval lát el, hanem lelki táplálékkal, és megelégít bennünket. Urunk, értesd meg velünk, hogy mire van nekünk igazán szükségünk. És láthass meg velünk azokat a dolgokat, amik nélkül gyakran szűkölködik a mi életünk, és emiatt keresgélünk, és járunk helyről helyre, pedig csak hozzád kellene jönnünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ma is megtalálható vagy, és lehet veled közösségben lenni, közösségben élni, és áldott légy azért, amiben részünk lehet a veled való közösség által. Részeltes most is a te ajándékaidban, a te igéd és a te szent lelked által kérünk. Én pedig feltámasztom majd az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Mindaz, aki hallja az atyát és tanul tőle, én hozzám jön. Eddig a felolvasás. Köszöntöm a gyülekezetet a nyugodalom napján. Az elmúlt istentiszteleti alkalmakon, vasárnap és pénteken olyan emberekről, olyan csoportról volt szó, akik valamilyen módon és valamilyen oknál fogva Jézust követték. Ezek között voltak olyanok, akik azért követték Jézust, mert Jézus elhívta őket, személyesen megszólította őket, és ők engedtek ennek a hívásnak, és beálltak a Jézus követésébe. De voltak olyanok is, akik látták azokat a dolgokat, amiket Jézus tett, tanúi voltak, részesei voltak, és ez arra késztette őket, hogy menjenek Jézus után. Voltak, akik folyamatosan ott voltak a Jézus követésében,
Mert számukra az, amit láttak, ez élményt jelentett. És ők szerették volna ezt az élményt megtapasztalni újra és újra. Szerették volna jól érezni magukat. Ez nem csak akkor volt fontos, ez a mai élő ember számára is fontos. Ha csak egy pillanatra bele gondolnánk abba, hogy mennyi mindent teszünk és mennyi mindent áldozunk fel, ezért az egyetlen egy mondatért, hogy szeretnék jól érezni magam. A dolgainknak a 90%-a erről szól. És nem kell csodálkozni azon, hogy már akkor a Jézus idejében az emberek láttak valamit Jézusban, ami jó érzéssel töltötte el őket, és ők mentek ezután. Nincs ebben semmi különös. A különös abban van, amit egy idő után Jézus tesz ezekkel az emberekkel. Látja Jézus, hogy kik követik őket. És látja Jézus azt is, hogy milyen lelkülettel, milyen hittel, vagy éppen hitetlenül követték őt. Le is írja az ige, ha végig felolvastam volna, hogy Jézus kezdettől fogva tudta azt, hogy kik nem hisznek benne. És egyszer csak egy zsinagógai alkalmon Jézus pontot tesz nagyon sok ember követésének. Elkezd beszélni Jézus olyan dolgokról, ami ezeket az embereket kizökkenti ebből a téves követésből. Nem akarja Jézus, hogy ezek az emberek becsapják magukat. És nem akarja Jézus, hogy tévelyekbe kövessék őt, és elkezd nekik beszélni azokról a dolgokról, amik ezt a követést helyre akarják tenni. Azt mondja Jézus, olyan dolgokat mond, amit akkor sokan nem fogadtak örömmel. Ki mondja Jézus ezt a mondatot, senki sem jöhet én hozzám, ha az Atya, aki engem küldött, nem vonza őt. Egy kicsit képzeljük el azt a zsinagógai alkalmat. Ott van rengeteg ember, akik sokadjára vagy először hallgatják Jézust. Akik már megtettek egy jó utat, egy hosszú utat az ő követésében, és most Jézus mond valamit, amit ők teljesen összezavarodnak. Amivel ők nem tudtak mit kezdeni. Olyasmiről beszél Jézus, ami számukra teljesen ismeretlen és teljesen idegen. Elkezd nekik beszélni arról, hogy mi az Atya akarata. Elkezdi nekik elmondani azt, ennek a követésnek így nincsen semmi értelme. Ha az én követésemben ti nem ismeritek meg az Atya akaratát. Nem azt mondja kétségbe Jézus, hogy akartok-e követni engem. Akarják. Amit eddig tettek, az pont erről szól, hogy igenis akarják. Megvan bennük az akarat. Megvan bennük a tenni akarás. Valami hajtsa, motiválja őket. De azt mondja Jézus, hogy az Atya akarata az, hogy higgyetek én bennem. És hogy megismerjétek, mi az Atya akarata, és ez az akarat, ez bennetek valósággá váljon azáltal, hogy hisztek. Erről szólnak az előző versek, ha figyelmesen olvastuk a napunkat. Egészen aprólékosan elmondja Jézus, hogy mi az Atya akarata.
Olyan dolgokat mond Jézus, amik mennyei dolgok. Amiket ők eddig nem ismernek. Amikből kaptak egy kevés ízelítőt a csodák által, meg a történések által, de számukra ez idegen volt még. Teljesen ismeretlen volt azok számára, akik most Jézus körül állnak. És ez az, ami Jézusnak fáj. Hogy ti jártok utána, hallgattok engem, esztek abból a kenyérből, amit adtam nektek. Részetek van csodában, de nincsen részetek abban, amit az én Atyám nektek akar adni. És nem is tudjátok, hogy miről van szó. Amit teszek, azon csodálkoztok. Amit mondok, azon is csodálkoztok. Amiben részetek volt, az jó érzéssel tölt el titeket, de ennyi. Eljutottatok egy pontig, ahonnan nem akartok tovább menni. Amivel megvagytok elégedve, mert ez már eleve annyi minden, ami eddig nem volt, és új dolog. És nem akartok tovább menni, hogy megismerjétek az Atya akaratát. Részletek van olyan dolgokban, és olyan dolgokat kértek és vártok tőlem, amik testiek, amik földiek, és nincs részletek a mennyeiekben. És amikor a mennyei dolgokról beszélek számotokra, akkor csak néztek felháborodva, hogy nekünk meg ehhez mi közünk van. Testvérek, eddig jut el az az ember, aki magától követi Jézust. Nagyon sokan eljutnak idáig. Isten megengedte azt, hogy nagyon sok olyan evangelizációs alkalmakon vehettem részt, ahol láttam embereket megindulni. Akár táborokban, akár templomokban. Ma sehol nincsenek ezek az emberek. Amikor jó érzéssel töltötte el őket az, amit hallottak az Isten bocsánatáról és az Isten kegyelméről. Csak tudjuk nagyon jó, hogy az érzéseik azok pillanatok alatt megváltoznak. Olyan, mint az a mag, amely a kövek közé esett. Jó helyen van, mert nem látszik. Örömmel fogadta az igét, de elment. De elment. Ilyen az, ha valakit nem vonz az Atya. Ilyen az, ha csak az a vonzó, amit látok és hallok. És ha már nem találom vonzónak, akkor nem jövök. És amikor ez a vonzás nem az Atyától van, akkor az ember könnyen otthagyja Jézust. Ilyen az, amikor nem érdekel, hogy mi az Atya terve vele. Testvérek, kit érdekel? Nagyon sokszor jövünk úgy az Isten házába, hogy vannak terveink és vannak céljaink. És valahol a szívünk mélyén ott van a titkolt szándék, hogy vajon besegít Isten ezekben, hogy megvalósuljanak, vagy nem. Jön a tavasz,
eltervezzük a dolgainkat, mibe fektetünk be, mit fogunk csinálni, miből lesz hasznunk a nyárfolyamon. Segít Isten, vagy nem? Hányan jöttünk ma reggel úgy ide, hogy az volt a szívünk mélyén a kérdés, hogy Uram, mi a te terved vele? Ha Isten megkérdezné, hogy leszel az én munkatársam? Ne csak te kérdezz, hogy lesz-e Isten munkatársa, te leszel az Isten munkatársa? Leszel az Isten eszköze? Hogy neked megvannak a magad eszközei, és megvannak a magad céljai, és a többi az nem mond. A többiről nem akarok tudni. Az érdekel, amit meg tudok fogni, meg tudok enni. Na de ha elkezdenek beszélni nekem az Atya akaratáról, én azt nem tudom megfogni. Ez volt a baj ezeknek az embereknek. Jézus, ez megfoghatatlan, amiről te beszélsz. Mit kezdünk mi ezzel? Azt, hogy adsz kenyeret, meg halat a kezembe, ezt meg tudom fogni. Azt, hogy hozzásegítesz valamihez, az megfogható számomra. Azt, hogy megmondod a betegnek, hogy kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, azt meg tudta fogni. Meg azt láttuk, hogy jár. De az Atya akarata, ez ilyen megfoghatatlan dolog. Az már nem tud annyira érdekelni. Ahhoz nekem nincsen közöm. Mit jelent az Atya vonzása? Egy sokat hallott egyszerű dolgot jelent. Azt jelenti, testvérek, hogy az Atya elküldte Jézust ebbe a világba váltságú és igazságú. És azt jelenti, hogy mivel őt küldte, ő a küldött, ő adja át a meghívást. Ő a meghívó maga. És az, hogy ő tett csodákat és mutatott jeleket az embereknek, ezzel ő adott egy kevés ízelítőt abból, hogy milyenek a mennyei dolgok. Hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. És ezért mondja Jézus, hogy senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Aki elfogadta tőlem, a neki. Aki nem fogadta el a meghívót, annak nincsen új élete. És akinek nincsen új élete, azt nem is fogják érdekelni azok a dolgok, hogy mi az Atya akarata. Az az Atya akarata, hogy higgyünk ő benne, és mindazok, akik hisznek, örök életünk legyen. Ezt nagyon sokszor. Mi volt a baja a Jézus hallgatóságának? Azt testvérek, hogy őket ez egyáltalán nem érdekelte. Egyáltalán nem érdekelte. Őket az érdekelte, hogy egyenek. Ők nem tudták, mi az Atya akarata, nem ezért jöttek ide. Ők nem láttak túl azon a testi szükségleten, meg azokon a megélhetési gondokon, amik a mindennapjaikban ott voltak, nem akartak tovább lépni. Ők bőven megelégedtek volna azzal, hogyha Jézus minden nap hozzásegíti őket, meg megígéri nekik, hogy minden nap adok nektek erőt, minden nap segítek elvégezni a munkátokat, és segítek megvalósítani a terveiteket.
és mindeközben kaptok enni, és láttok majd olyan dolgokat, ami élmény, ami jó érzéssel tölt el benneteket. Őket nem az vonzotta, ami az Atyától. Őket az vonzotta, amit láttak és ettek. És Jézus ennek szeretett volna véget vetni, mert ez nem követés, ez Jézus után való tévedés. Tévelyekbe követték Jézust. Abban a hitben, hogyha ott van a közelemben Jézus, és ha ez még párosul egy jólakottság érzettel, akkor mi kell még? Nem kell több. Még az is jó, hogy van kinek elmondani az imádságaimat. Az is jó, ha ő mond valamit, ami jó érzéssel tölt el. Őket nem az Atya vonzotta. És az abból derül ki, testvérek, hogy minden egyes alkalommal, amikor Jézus a mennyei dolgokról beszél, akkor ilyen dolgokat olvasunk az igéből, hogy zugolódtak, meg akarták őt ölni, azt kérdezték, azon vitatkoztak. A mennyei dolgok zugolódás tárgya, meg vita tárgya voltak, de nem valóság. Nem érdekelte őket, hogy Jézusban új életet lehet kezdeni. És nem érdekelte őket az sem, hogy lehetnek az Atya által tanított emberek. Őket az érdekelte, hogy mit tud adni Jézus. Testvérek, el lehet így tengedni egy egész életet. El lehet úgy járni templomba, és el lehet úgy járni alkalmakra, hogy járok Jézus után, de csak azért, hogy elkérjem, és elvegyem azt, ami a testemnek, meg a szememnek jó. Rengetegen így. Ez nem Jézus követés. Ez Jézus után való szédelkés. Nem erre hívozunk. Nem erre. Az a veszélyes ebbe, testvérek, hogy mindeközben, hogy kérek Jézustól, meg járok Jézus után, maradom, aki volt. És nincsen új élet. Jézus nekem ahhoz kell, hogy a régi életemet fenntartsam. Legyen erőm, meg legyen egészség. Sokan eljutnak Jézusig. Rengetegen eljutnak Jézusig. Sokan örülnek annak, amit Jézus adhat. És nincs új élet. A régi élet van. Sokszor jó karban tartott egy régi élet. Tevékeny régi élet. De az még ettől régi. Mi van ebben a régi életben, a Jézus közelében? Szoktunk ilyet hallani, hogy hát engem úgy megfogott valami. Egy ige hirdetésben, egy csendességben megfogott valami. Tudjuk, testvérek, mi a baj ezekkel a dolgokkal, amik így megfognak? Hogy pont igenis engednek. Ezek nem tartanak ott Jézus mellett. Pont úgy meg fog fogni valami, amit az ördög. Mert mi ilyen kis megfogható emberek leszünk. És hol ez fog meg minden, hol az? És csodálkozunk, hogy nincs miről bizonyságot tenni. Azért, testvérek, mert
körülöttünk élnek, látják az életünket, és csodálkozunk sokszor rajta, hogy miért nem vonzódnak az Istenhez ezek az emberek. Azért, mert mi magunk sem vonzódunk az Atyához. Ne sértődjünk meg ezen a kifejezésen. Nagyon sok élet van, ami csak úgy megvan Jézushozva. Meg van fűszerezve jézusi dolgokkal. Tudok benne imádkozni, tudok ja Istenemezni, tudok Bibliát olvasni, és eljárok alkalmakra. De mi van a mindennapokban? Van új élet? Nincs. Hát ebben mi legyen a vonzó? Mi legyen a vonzó? Az Atya vonzásában lenni azt jelenti, hogy új életet kezdtem, és aki számomra vonzó, azzal is szeretek időt tölteni. És azt mondja Jézus, az az egyik jele, hogy tőle fogtok tanulni az új életet. Amikor nincs új élet, meg lehet újra meg újra hallgatni azt, amit az Úr mond. De nem lesz az enyém. Nem lesz az enyém. Na ezért nincs miről bizonyságot tenni. Illetve az az élet, amit élünk nap, mint nap bizonsággal, hogy ez még csak a régi, meg majd Jézushoz van. És nekünk senki nem fog hinni. Mert ez nem mondsz. Az az élet, testvérek, ami meg van fűszerezve valami vallásos, kegyes dologgal, a sokkal undorítóbb. Sokkal undorítóbb, mert ez kétszínű. A világnak sokkal több baja van a kétszínű emberrel, aki kóborol Jézus után, de nincs új élete, mint azokkal az emberekkel, akik istentelen, istenkáromló, zűlött emberek. Sokkal több baja van. Mert az istentelen azt csinálja, amit tud. Neki ez megy. Amikor valaki az Istenre hivatkozik, és közben istentelenül léte. Amikor prédikál az Isten szeretetéről, de gyűlöli az ő Atya fiát. Azt mondja János az ő levelében, nincs meg az Isten szeretete abban. Jézus ezt mondja el nekik, hogy jártok itt utána, valamit akartok, hogy jól lakjatok, de titeket nem az Atya vonz, hanem a testetek hajt. Az éhség, meg az örök érzet hajt. Amikor nem engedek az Atya vonzásának, nem fogadom el a meghívást az új életre. És maradni fog a régi. És ezzel a régi élettel nem lehet bemenni az örök életre. Ezért teszi oda Jézus minden egyes alkalommal utána, hogy feltámasztom azt, és örök élete lesz. De ha nincs új élet, akkor mi lesz? Akkor mi lesz benne? Testvérek, sokan bíznak abban, hogy ha elvesek Jézustól dolgokat, jó lesz az úgy. Jó lesz a régi is. Csak legyen benne valami, ami Jézushoz köthető. Azok a dolgok, amiket én látok, amiket én megtapasztalok, azok egyetlen egy alkalommal fognak Jézushoz kötni. Ha új élet. De nem lesznek kötelékké akkor köztem és Jézus között. Ha én a régi életemet élem tovább, mert sokkal inkább kötöz, és rabláncon tart engem az, ami a régi életemről szól.
Értik, hogy miért nem kötődünk Jézushoz. Értik, hogy miért nem mozdul meg bennünk semmi, amikor lehet találkozni az Úrral. Én egyébként egyáltalán nem csodálkozok ezen, hogy pénteken üresek a padok. Nincs benne semmi kérdés. Ha egy emberi kapcsolatban, egy szerelmi kapcsolatban én vonzódom valakihez, én azon szívesen találkozok. De ha nem vonzódom, akkor kerül. Testvérek, van új élet, vagy nincs új élet? Ez a történet az erről szól. A testemért jövök, az egészségemért, a terveimért jövök Jézushoz. Vagy azért, hogy az új életemben tanuljak, és megtanuljak a Krisztus útján járni. Ne elégedjek meg azzal, hogy eljutottam Jézusig. Volt, aki minden reggel felkelt és elment, megkereste Jézust. És nem lett új élete. Meghallgatta meg, megnézte, amit Jézus tesz aznak. És nem lett új élete. Lehet, hogy még el is mondta otthon. És lehet, hogy azoknak meg lett új élete, mert hittek. Neki nem. Van-e ma hála a szívünkben az új élet? Tarthatunk hálaadó alkalmakat, amikor az Úr megadja a termésünket, új kenyért, új bort. De ha ezek nem mutatnak nekünk Krisztusra, és úgy fogunk hálát adni, hogy nincs új életünk, akkor mi csak egy elveszett hálálkodó embert teszünk. Nem leszünk életünk. Az Atya azért mond, vigyük ma magunkkal ezt, hogy az Atya vonzása azt jelenti, hogy amikor ő vonz, akkor az akaratom döntés elé kerül. Akkor el kell döntenem, hogy én elfogadom azt, amire ő hív, és amit nekem akar adni. Vagy elutasítom. Az akaratom. Döntés elé. Csak akkor lesz új életem, ha elfogadtam. Ezt a döntés spórolja meg rengeteg ember. Amikor Jézus döntés elé állította őket, akkor volt, aki zugolódott, és ami rettenetes ennek a történetnek a végén, 66. vers, ettől fogva sokan visszavonultak a tanítványai közül, és többé nem jártak vele. Lehet ilyen döntést is hozni. Lehet azt mondani, hogy engem Jézus ne állítson döntés elé, ne hozzon ilyen kellemetlen helyzetbe. Volt itt ilyen mozgalom Kárpátalján, szétszakadt tőle az egyház. Azt mondták, hogy nem kell az embereket döntés elé állítani, mert akkor egy lelki krízisbe sodorjuk őket. Érdekes, hogy amikor Mózes azt mondta, hogy aki az Úré, az ide hozzá. Amikor azt mondta János is, meg Jézus is, hogy tégyetek meg, akkor az elég komoly krízis helyzetet okozott az embernek. El kellett tudni. Az ördög eszköze ebben a mai korban az, hogy menekülj onnan, ahol döntést kell hozni. Maradj semleg. Maradj nézelődő, maradj olyan, aki jól érzed magad, és keresd azt, ahol jól érzed magad. Ma legtöbben ezért keresnek gyülekezetet. Ahol jól érzem magad. Hadd mondjak valamit ezzel kapcsolatban. Egyetlen egyszer nem kérdeztem, hogy Jézus, hogy jól érzed. De azt megkérdezte, hogy van-e örök életed. Azt eldöntendő kérdésként tette fel,
követtek engem, vagy elmentek. Itt nem kérdezett Jézus semmit. De voltak, akik magukra ismertek, megfordultak és ott hagyták, és azt írja az ige, többé nem jártak vele. Mert magukra ismertek, hogy engem nem az Atya vonz, hanem Jézus nekem ahhoz kellett, hogy jól érezzem magam, meg megígyek. És milyen jó mutat azt, hogy el tudom mondani, hogy Jézussal járok. De minek? Meg hol? Testvérek, az a kérdés ma délelőtt, hogy eljutottunk-e oda, hogy új életet kezdjünk Jézus Krisztus által. Nem az a kérdés, eljutottunk-e Jézusig, hanem eljutottunk-e oda, hogy elfogadunk a meghívást az új életre, és az Atyától tanított ember akarunk lenni. Ha nem jutottunk el ide, akkor két lehetőségünk van. Vagy döntést hozunk ma, és azt mondom, hogy Uram, én új életet akarok kezdeni, vagy csendesen kiváljuk azt az állapotot, amiben a tanítványok eljutottak, és majd eljön a mi életünkre is, hogy ettől fogva többé nem követték el. Ide is el lehet jutni. Ezt csendben ki lehet várni. Ma is döntés elé állít az Úr. Maradjon a régi, vagy új élet Jézus Krisztus. Édesatyám, hálát adom neked azért, hogy amit te felkínálsz a mi számunkra, azt senki más nem kínálja fel. És köszönjük, hogy te nem elégszel meg azzal, hogyha mi vallásos színezetet adunk a régi életünknek, mert ettől sokkal jobban szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy értünk küldted a te fiadat, Jézus Krisztust, hogy bemutassa számunkra az utat te hozzánk. Köszönjük, hogy általa mehetünk hozzád, és kezdhetünk új életet. És köszönjük, hogy részünk lehet azokban a mennyei dolgokban, ami nélkül annyiszor szükölködik a mi életünk, ami miatt annyit keserbünk, és nem látjuk be a hiányát, és nem látjuk be azt, hogy igazából rád van szükségünk. Bocsáss meg, Urunk, ha annyiszor eljutottunk Jézus Krisztusig, de elmenekültünk a döntés előtt. Bocsáss meg, ha élményeket kerestünk, a jó érzéseket kerestünk, de nem kerestünk téged. És nem kerestük a te tekintetedet, és nem kértük tőled azt, amit meg tudsz újítani a mi életünkben. Bocsáss meg, ha nem ismerjük kérni, hogy cselekedj a mi életünkben, és tégy újján mindent. És bocsáss meg azért is, amikor abban ringatjuk magunkat, hogy jó van a régi úgy, ahogy van. Urunk, te látod azt, hogy állunk ma előtted, régi élettel vagy új élettel. Te látod, Uram, amikor foltozzuk a régi életünket, amikor élményeket keresünk te nálad, és csalódottan távozunk, amikor nem élményeket adsz. Urunk, segíts ma dönteni azoknak, akik még elveszetten állnak előtt. Hadd legyen új életünk. Hadd fogadjuk el Krisztusban a meghívást. És hadd éljünk olyan életet, amiben mennyei ajándékok részesei vagyunk, és nem a földi poklot kell díszíteni. Urunk, könyörülj meg azokon is, akik új életet kezdtek, hogy naponként tudják keresni a te közelségedet azért, hogy tanuljanak tőled. Ne azért, hogy dörzsöltebbek legyünk, vagy ragaszabbak legyünk, hanem azért, hogy egyre inkább Krisztusi életünk legyen. Könyörülj meg mindnyájunkon, hogy el ne vesszünk, hanem éljünk benned, és általad új életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust.